Oké, okay, hello, sziasztok, ez itt a konzol.hu, én Ati vagyok, és a mai videó témája pedig nem lesz más, mint a Microsoft. Igen, már volt több videó is a Microsofttal kapcsolatban, de én most már kezdem egyre jobban úgy érezni, hogy amerre tart a Microsoft, az nem más, mint az, hogy szeretnének kivonulni a konzol piacról, és ebben én nem egészen úgy értem, hogy kész, ennyi, nem lesz következő generációs konzol, hanem a üzlet stratégiájukat nézve én sokkal jobban azt érzem, hogy ezt nagyon össze fogják most már kötni a Windows-zal, a PC-vel. Ezt ugye erőltették pár évvel ezelőtt is, akkor nagyon nagy problémájuk volt belőle. Most megpróbáltak megint a gamingre rámenni, de akárhogy is nézzük, ez a Game Pass dolog, ez a előfizetéses digitális dolog, és hogy kössünk össze mindent a Windows-zal, minden abba a dologba irányul bele. Abba próbálják meg invertálni ezt az egész dolgot, hogy összekössék a PC-t a konzollal, és megszűnjön tulajdonképpen maga a konzol, végén már csak egy kontroller legyen. Fel is vázolom végül is, itt arról van szó, hogy már 98-tól próbálkozik a Microsoft ugye ezekkel a dolgokkal. Ugye 2000-es évek elején megjelent a Xbox, de természetesen az is csak azért jelent meg, mivel nem tudtak semmiféle dolgot ők csinálni, azt, hogy ők ebbe belépjenek ebbe a bizniszbe, csak és kizárólag a konzolipar által. Ugye nem akartak konkurenciát se az Intel-lel, se más ilyen nagyobb cégekkel, ezért inkább akkor konzolok felé fordultak. Természetesen már az első Xbox-nál is lehetett érezni, hogy egy PC alapú dologról van szó. Ez a 360-nál is megmutatkozott. A Xbox One-nál pedig hát én tényleg szerettem az Xbox One, mert voltak rá jó játékok, de most már amit csinál Microsoft tényleg a nullával egyenlő, sajnos ez a gép. Nem tudok egyszerűen felmutatni semmilyen pozitívumot, ami abba az irányba mutatna, hogy én bármilyen szinten is megvegyem a következő generációs konzoljukat a Microsoftnak. Sőt, ez amit már beszéltem nektek, ez a All Digital Edition, ez most megint egy vicc lesz. Én szerintem, hogy 90 ezer forinté rendben van hozzánk, beér, az arra elmegy az adó, minden, sőt, még lehet, hogy 100 is vesz, mire ide fog érni a nagyobb boltok polcaira. Én nem tudom, hogy rendben, vannak olyan emberek, akiknek már nem számít az, hogy a játék ott van a polcon, hozzászokott ahhoz, hogy digitális, ez is meg van értve. De akkor sincs játékfelhozatal, nincs olyan játékfelhozatal, amire az ember azt mondja, hogy igen, leülök és játszok vele, mert most már teljes mértékben a Sony-nak áll a zászló, a Sony-nál van a legtöbb fejlesztő csapat, olyan játékok jönnek ki most már szinte havi szinten, az ember lerakja a haját. Microsoft ezzel szemben pedig a Game Pass-szel próbálják csalogatni az embereket, egyre kevesebb sikerrel. Tehát ahogy elmondtam, pénzt, időt, energiát nem sajnálva hantolják el saját magukat, és ezáltal a saját gépüket is. Tehát én ebből próbálom meg azt leszűrni, hogy a Microsoft ez már direkt csinálja, direkt próbálja meg leépíteni a saját konzolját, azért, hogy visszavándoljanak PC-re, de ez a PC alapú dolog, ez nem abba fog megmutatkozni, hogy kész vége a konzolnak, ahogy már előbb is mondtam nektek, hanem ez egy ilyen érdekes kiméra dolog lesz, hogy ott a kontroller, játszunk, de egy ilyen PC alapú, nem konzol, hasonló, mint a Stream Machine, vagy olyan hasonló, nem tudom, mit kell majd elképzelni, lesz az, ami össze lesz kötve a Windows-zal. Tehát én szerintem a Microsoft az most már abszolút nem foglalkozik se a Sony-val, a Nintendo-val meg főleg, ők már a saját vizeiken vannak, ott evezgélnek, aztán, hogy mi lesz ebből, nem tudom, de én szerintem ez az irány az, amiben ők mennek, nem akarnak már több konkrét konzolt, a fejlesztő csapatokat is elengedték, most Sea of Thieves, most mit csináljunk ezzel most tényleg. Meg lehet nézni a Sony-nál milyen címek jönnek, Death Stranding, meg hasonló dolgok. Tehát nincs egy olyan munkacím se esetleg valami kifelé mutogatnának, jó, készül az új Halo, az a új konzolra, na bum. De most akkor, gyerekek, akkor amit kéne mutatni, akármit mutatni, hogy felfigyeljenek, hogy hoppá, mi is itt vagyunk, lesz az új Xbox. Mert ez, hogy a arcunkba nyomják azt, hogy Game Pass, fizess elő, játsszál, nem kell lemez, töltsed le, töltögessed, és akkor update-elj, meg a tököm tudja. Tehát most már ott fogunk tartani, hogy azt fogjuk nézni, hogy update-el, meg letöltődik a játék. Én nem tudom ezt most már hova rakni. Tök jó volt, amikor elindult a Microsoft, tényleg egy teljesen új irányvonal volt a konzol bizniszben, amikor az első Xbox megjött, hogy
végre egy kis vérfrissítés, és úgy látszik, hogy vagy elfáradt a csapat, vagy pedig a kör bezárul, és akkor ahol ők 98-ban akartak indulni, most jutnak el odáig, hogy akkor ez elég volt, és akkor visszamegyünk PC-re, és akkor inkább csináljunk újra csak játékokat, van egy kontrollerünk, aztán jó van, ha valaki akarja, az megveszi esetleg még a konzolunkat, ami van, összedobunk valamit, hasonló tudásot, mint mondjuk egy gamer PC, például, de nem annyira erőset, és akkor azzal el fognak egerészni páron, de ők már szerintem lerakták a lantot azzal kapcsolatban, hogy a Sony-nak vagy a Nintendo-nak is berúgják az ajtaját, mert most már szó nincsen. Tehát közelükben nincsenek sajnos. Hogyha ti esetleg ezt nem így gondoljátok, akkor írjátok meg komment formátumban, nyugodtan lehet dislike-olni, hogyha valaki nagy Xboxos, én azt is megértem. Lehetséges, hogy 2-3 évvel ezelőtt én is valamitam volna nagy dislike-ot, hogy én szeretem az Xboxot, de sajnos ez a rideg valóság, én nem látok potenciált most már se a Microsoftba, se az Xboxba. Ez a brand nagyon elfáradt, nem tudnak már mit mutatni egyszerűen, hogyha nem villantak valami nagyon nagy újdonságot, tehát Gears of War-ra is mit akarunk, Halo-val mit akarunk. Új IP-k kellenének, új fejlesztőcsapatok, valakit be kéne horgászni, hogy gyerekek, mentsétek ki ezt a süllyedő hajót, mert komolyan mondom, hogy már csak a kapitány van, de már ő is azt se tudja, hogy merre megyünk. Hát nem akarom ezt szajkózni, a Sony és a Nintendo-nak áll a zászló, a Microsoft meg süllyed. Ez van sajnos. Reménykedek benne, az E3-on valamit fognak villantani, de nem gondolnám, hogy bármiféle olyan dolog fogna itt kisülni, ami jót tenne a konzoliparnak, vagy egyáltalán megmozdítana bárkibe is bármit. Szerintem ugyanannyi lesz a emberekbe a megmozdulás, mint amikor bejelentették a Xbox One X-et, hogy és ennyi, és mi volt rá, ugye semmi, olyan IP-t nem tudtak felmutatni, kiadták rá a Forzát felskálázva, aztán jó van. Tehát az én szerintem 2019-ben, 2020-ban az ember már többet vár egy konzoltól, egy konzolgyártótól, hogy azért jó lenne, ha rámozdulna a dolgokra, mert lehet nézni a Sony-nak, hogy mik a felhozatali, meg lehet nézni a Microsoft-nak, Nintendo meg aztán ugye ők most már lassan le fogják nyomni a Sony-t is. Tehát kedves Microsoft, innen én is üzenem nektek, hogy szedjétek össze magatokat, ha esetleg konzolt akartok még gyártani, ha meg nem akartok, akkor szépen elegánsan vonuljunk ki ebből, és ne így ilyen undorító dolggal, hogy eladjuk a konzolt, de nem adunk ki rá új IP-ket, hanem majd Game Pass-be játszatok a régi játékainkkal, és fizessetek nekünk, mert ez nem az a gamer társadalom, amit én megismertem, ez már egy rókabőr, egy hányingert keltő dolog, én szerintem. Ha tetszett a videó, akkor dobjatok rá egy lájkot, iratkozzatok a Kozmopod.hu csatornájára, én Ati voltam, sziasztok!